egy grafika és egy festmény, abból az összesen 13 alkotásból, amelyet Gonda Zoltán a Józsa András Múzeumnak ajándékozott azzal a céllal, hogy megőrizzék az utókornak a művész technikáját, gondolatait, érzéseit. A festő és grafikus művész 1943-ban született a megyeszékhelyen, de hamar elköltöztek innen. Ennek ellenére neve és munkássága nem ismeretlen a múzeum munkatársainak. Amikor a Józsa András Múzeum megyei múzeum igazgatósági központ volt, akkor Vaján rendszeresen művésztáborok voltak, és az tehát ide tartozott a megye irányítás alá, és ebből az időszakból hozzánk bekerült egy festménye, illetve egy torrajza, ami megnyerte a mi tetszésünket, és ettől kezdve mi elkezdtünk kutatni az ő munkássága iránt. A múzeum gyűjteményében helyet kapó darabokat Madár Ximénia művészettörténész válogatta össze. A képzőművészeti gyűjteménynek ugyanis az is feladata és küldetése, hogy a megyéhez kötődő, innen elszármazott művészek alkotásaiból minél többet begyűjtsenek. Mindegyik tetszik nyilván, hiszen én válogattam őket. Talán a madarak fája az egyik, ami igazán megfogott, ezzel a kis két értelmiségével, a szabadság, a bezártság, kettőssége az, ami igazán vonzó benne. De természetesen a festmények is tetszenek, ezek az erős impulzív színek, ezek a lendületes ecsetkezelések, ezek elég közel állnak hozzám. Nem csak a múzeológushoz, az alkotóhoz is közel állnak a festmények. Talán már jobban is szereti ezeket, mint a grafikákat, amelyekből jó néhány darabot idén áprilisban már láthattak az érdeklődők egy kiállítás keretében, a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Nagyon sokáig, évekig grafikával foglalkoztam, mert nagyon jól lehetett belőle élni. Az ország csak nem valamennyi folyóiratában, újságjában szerepeltem. Mondhatnám azt, hogy több ezer nyomtatásban megjelent grafikám van, ami elég jól jövedelmezett. Tehát van ilyen kis huncut hátú ütője is az egésznek. Tehát akkor sorozatban csináltam, és olyan körülmények között éltem, hogy festészet azért sem került szóba, mert nem volt rá műterem, nem volt rá lehetőség. Azóta azonban új alternatívák kerültek a művész elé, így ma már ilyen színes festményeket is boldogan készít. Az összeválogatott alkotásokat először leltározzák, majd ha alkalom lesz rá, akár a múzeumban a felújítás után, akár a Kállai gyűjteményben, bemutatják a látogatóknak is.